Rendkívül nehéz, de sok szempontból sikeres éven van túl a kárpátaljai magyarság. Évelején még senki nem gondolta, hogy milyen nehéz időszak közeleg. Januárban még több mint 500-an vettek részt Kárpátalja különböző részeiből a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének évindító rendezvényén. Köszöntjük az új évet, köszöntjük az új életeket is. Az Egyesület több mint 100 rendezvényt tervezett az idei évre. A magyar kormány meghirdette az összetartozás évét, mi is ehhez próbálunk csatlakozni, tehát minden kisebb-nagyobb programunkon próbáljuk ezt a tematikát behozni, egy kicsit erről beszélni, mit is jelent az, hogy a magyarság jelenleg nem egy országban, nem több országban él, de mégis összetartozik. A terveket azonban keresztül húzta a járvány, amelynek kitörésekor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség azonnal és tevékenyen bekapcsolódott a vírus terjedése ellen folytatott küzdelembe. Mivel Kárpátalján nem volt elég védőfelszerelés, adománygyűjtő akciót indítottak az egészségügyi dolgozók és a lakosság számára elengedhetetlen védőeszközök vásárlására. Egy nap alatt sikerült ezt a programot felállítani, és az első támogatások a KMKS, a televízió, a főiskola, a KMKS által működtetett alapítványok munkatársai részéről érkezett, ami gyorsan megjött, és ebből már azonnal sikerült eszközöket vásárolnunk. A kárpátaljai magyarok a karantén ideje alatt sem feledkeztek meg a hagyományőrzésről. Nem csak májusfát állítottak, hanem május kosarat is küldtek a legények szívük választottjának. A Tiszta Kárpátalja csapata pedig a pandémia alatt is gondoskodott a magyar vonatkozású emlékhelyek, emlékművek, várromok, katonatemetők megtisztításáról és karbantartásáról. Attól függetlenül, hogy a vírus ránk emberekre veszélyt jelent, a növényzetre, bokrokra nem, viszont hogyha mi nem jövünk ki arra hivatkozva, hogy most félünk a vírustól, itt 3 év munkája kárba vész. A Kárpátaljai Hazajáró Egylet, amint a lehetőségek megengedték, azonnal újraindította túráit a Kárpátok vonulatai közé. Felkapaszkodunk itt a gerincre, innen a Genba irányába. Első útjukon a Borzsa havasokban található 1681 méter magas asztag, más néven Sztoly csúcs meghódítását tűzték ki célul. Ilyen messzire eljön az ember otthonról, és ez még mindig magyar föld volt régen. És szinte hihetetlen, hogy ezek a hegyek Magyarországhoz tartoztak. Mindig jó érzés ide visszatérni. A kettős mércét alkalmazó nyelvtörvény elfogadásával kezdődött a kárpátaljai magyarság ellen folytatott ukrán hadjárat. A kommunista szovjet rendszerhez, meg Ukrajna függetlenségének első két évtizedéhez képest ez a törvény jogszűkítő. Kettős mércét alkalmaznak, hiszen őshonosan nyilvánított bizonyos népeknek, amiben a magyarok nincsenek benne, azoknak engedélyezik érettségig. A magyar politikusokat és közéleti szereplőket ért folyamatos támadások ellenére a KMKS történelmi sikert ért el az őszi helyhatósági választáson. A KMKS következetesen kiáll a saját politikája mellett, képviseli a kárpátaljai magyarságot, és szerintem az egész Kárpátalja lakosságának az érdekeit, és ezt a választók most is meghálálták. A magyar kormány mindig kiállt a kárpátaljai magyarság mellett, és úgy gondolom, ez így lesz a továbbiakban is. A magyar választási siker után megerősödtek a titkos szolgálat és az általa mozgatott ukrán nacionalisták révén elkövetett magyar ellenes támadások. A kárpátaljai magyarokat azonban nem lehet megfélemlíteni, hiszen erőt és kitartást meríthetnek például abból a 150 éves magyar zászlóból, amely a trianoni gyalázatos békediktátum 100. évében Nevetlen faluban került elő csodával határos módon. És erőt adnak az olyan emberek is, mint a Málenki robot utolsó kárpátaljai túlélője, a 95 éves kisbégányi Orosz Balázs bácsi, akit 20 évesen hurcoltak el a szovjetek kényszermunkatársaságába. Táborba. A bűne csak annyi volt, hogy magyarnak született. De túlélte, mert raboskodása idején sokszor erőt adott neki az a versike, amit még kisiskolásként tanult. Hallgass most a hívószóra, ébredj kárpátaljai nép! Hogy forduljon sorsod jóra, védj bátran, ami tiéd! Most segíts magadon, hogy élhetsz szabadon!